Az egész országban egyedülálló az a hatékonyság, amivel a Szőlőszem Egyesület dolgozik. Szekszárdon 2009 óta, azóta, hogy a mozgalom elindult, drasztikus mértékben esett vissza a tanyabetörések száma. Pedig a bűnözőknek lenne hol próbálkozniuk. A tolnai megyeszékhely közvetlen környezetében ugyanis több ezer nem állandó alakott ingatlan található. Ezeket védik a hivatlan betolakodóktól az Egyesület önkéntes tagjai, hangzott el a közösség tagjainak nagy gyűlésén. A bűncselekmények száma az hál' Istennek oly mértékben csökkent, hogy, és nyilván persze itt megjegyezve az, hogy akihez betörnek, az nyilván nem ezt tapasztalja, nem ezt érzékeli, gyakorlatilag ilyen tízes nagyságrendű már, szemben a 2009-es indulással, amikor ez ugye százas nagyságrendű volt. A Szőlőszem tevékenysége évek óta mintaprogramnak számít Magyarországon. Több hasonló természeti domborzati adottságú országrészben is másolják a szekszárdi modellt. Garambölgyi László a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója pedig azt mondja, a közösség még jelentősebb szerephez juthat, ha részt vesznek a börtönökből szabadulók reintegrációjában. Nincs munkája, nincs lakhatása. Ez nagyon fontos, nincs egzisztenciája. Ez a reintegrációs program ugye általában azt jelenti, hogy a bűnismétlésnek a megakadályozása, de konkrétan ezt jelenti, hogy fél évvel a szabadulás előtt már az elítéltet fölkészítik ugye a szabad világra. A Szekszárdi Szőlőszem Egyesület tagjai nagyjából 4000 tanya biztonságáról gondoskodnak.